ez a katonai kiképzés is nekem nagyon tetszik. Hát az alkatomnak nem igazán megfelel, de majd igyekszek, hogy jól bírjam a kiképzést. Mindenki az összes osztálytársam, mindenki már azt várja, már néztük a nagyoknak a formaruháját, hogy milyen jól néz ki. Már a kollégiumban is mentünk át szobákba, amikor megkapták, hogy nézzük a bakancsot, meg minden is nagyon menő. Még egy ilyen képzés nincs az országban, ez nagyon fontos. Ilyen színvonalú főleg nincs, és ezt máshol nem lehet megtanulni. Én nagyon szeretem, nagyon jól érzem magam, az egész közösség olyan, mint egy család. Eddig senkitől semmi rosszat nem kaptam, mindenki segítőkész, úgyhogy nagyon ajánlanám mindenkinek. A kadétképzés miatt így sokkal szorosabb kötelék van köztünk. Én nagyon jónak érzem, én nagyon szeretek itt lenni. Nem is kis felelősség van a vállunkon ezek miatt, és ez mindenkiféleképpen a tanáraink is ezt megtanítják, és mi is mindenki, én úgy veszem észre, hogy itt mindenki úgy áll az egészhez, hogy tényleg azért van itt, hogy tanuljon. Az épület ez gyönyörű, nekem ez nagyon tetszik, nagyon jók a osztályok kialakítása is, újszerű, minden modern, ennél jobbat kívánni nem lehetne. Hát nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy egy olyan épületbe kezdhettük meg ezt a 2023-24-es tanévet, amely egyébként hosszú éveken keresztül üresen állt, és most itt az elmúlt időszakban egy teljes körű felújításon esett át, és ezt a Diana Fegyvertechnikai Technikum használhatja, és itt gyakorlatilag két hete folyik az oktatás, és itt volt ennek a tanévnek a megnyitója is. Mindenkit nagyon felspanulva, illetve hát nagyon nagy jövőképekkel, érzelmi töltöttséggel látta el, mindenkinek erőt adott, és nagy örömmel kezdtük el itt a tanévet. Az intézmény évtizedeken keresztül fejlesztette ezt a képzést. Sok segítséget kaptunk külföldi szakiskoláktól, intézményektől, illetve fegyvergyáraktól. Eljutottunk egészen addig, hogy a Honvédelmi Minisztériummal egy stratégiai partnerségi megállapodás keretében egy állandó kontrollal, felügyelettel és iránymutatással fejlesztjük jelen pillanatban tananyag tartalmakat. Édesapukám vadászik, és így hordott magával erdőbe. Én legfőképpen a vadászfegyvereket kedvelem, de ugyanúgy a hadi eszközöket is nagyon szeretem. Már régóta gondolkoztam ezen az iskolán, hiszen én járok airsoftozni elég aktívan, és ott ajánlották a pálya tulajdonos, hogy nekem ez jól állna. Én meg ránéztem, megtaláltam, eljöttünk, megnéztük, és szerelmes lettem. Fegyverműszerész szeretnék lenni, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon különleges iskola, amiből nincs is sok. Nem az, hogy sok, tehát ez az egyetlen Magyarországon. Eljöttünk a Nyíltrapon, nagyon megtetszett, nagyon érdekes volt, és eldöntöttük egy barátommal, hogy ide jövünk, és azóta itt vagyunk. Már kisgyerekkorom óta érdekelt a haditechnika, én már hetedikben iskolalátogatásom voltam itt a Diannába. Ez volt az államiskolám, úgyhogy most örülök, hogy itt vagyok már tizedikesként, és újzom az ipart. A Hungexpon voltam, én ott találtam meg a Diannát. Alapjáraton valami kézműves dolgot szerettem volna csinálni. Elsőre úgy volt, hogy ötvösnek megyek, és akkor ott megtaláltam az iskolát, és ott beleszerettem egyből. Eljöttem egy nyílt napra, és utána úgy döntöttem, hogy akkor maradok. Édesapám, nagyapáim, dédapáim vadásztak, és így már kiskorom óta közelében vagyok a fegyvereknek, és ezáltal szerettem bele ebbe az egészbe. A kadét program egy olyan országos program, amiben az iskolánk is részt vesz, a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium, amiben maga a kadétok megismerhetik a hazafias nevelést, megismerhetik a haza szeretetét, megismerhetik a haza védelmét. Próbálunk törekedni kiképzőt és tanár kollégáimmal, hogy teljes mértékben egy olyan jellegű, élethű modellt tudjunk nekik átadni, amivel akár ugye a mindennapokban is találkozhatnak. Nem lepett meg az, hogy katonák oktattak, hiszen ezt már tudtuk előre, hogy ez lesz. Ők nagyon jók hozzánk. Nagyon jó szerintem. Tanuljuk a fegyelmet, és tényleg nem az van, mint egy normális középiskolában, hanem teljesen más szabályok vannak, ami szerintem különleges is, és jó is. Például, amikor katonákkal vannak óráink, akkor
Tehát nem olyan, mint egy normális tesi óra, hanem egyben már nem egy tesi óra, hanem egy honvédelmi testnevelés óra, amiben már fegyelmet is tanulunk, meg mindent. És ez nagyon jó. Katonai tesi óránk volt igazából, ugye, mivel mi kadétképzésben vagyunk, nekünk van olyan tantárgyunk, hogy katonai közelharc és kézitusa. Ugye erősítés folyik nyilván, illetve tanulunk közelharcot is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó képzésben veszünk részt, ugyanis a oktatás nagyon minőségi. Mindent, amire szüksége lehet egy kadétképzésben résztvevő fiatalnak megkapja igazából, és nem panaszkodhatok abszolút. Minden jellegű óráinkon törekszünk a személyes példamutatásra. Részt vegyünk és bemutassuk azokat a feladatokat, amik nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is végre kell hajtani. Ez most lehet katonai önvédelem, lehet esetleg túlélés alapjai, vagy természetesen alakifogások. Mindenben az oktatóink részt vesznek, bemutatják, majd ezt követően hajtatják végre a kadétokkal ezeket a foglalkozásokat. Hihetetlenül tiszteljük az egyenruhásokat, hiszen ez kell is. Nagyon szeretjük őket, mindig megyünk oda nagyokhoz, hogy hogy néz ki, milyen, hogy viselik, mikor, mit kell. Ez azért formaruha, mert vannak katonai tantárgyaink, és akkor kell hordani. Tehát heti kétszer kell nekünk most itt tizedikesként hordani, mert két nap van, amikor szinte majdnem minden óra ilyen. Itt is látszik, hogy ugye kadét. Jó, igen, mert azért hát egy ilyen pluszot ad. Mindenki megnéz az utcán, meg volt egyszer olyan, amikor ebbe utaztunk haza, és akkor mindenki köszöngetett nekünk meg, hogy így tisztelte, bár az kicsit vicces volt, de igen, tehát ilyesmik. A tanárok nagyon kedvesek, mindenki egytől egyik. Nagyon a gyerekeket teszik előre, és nagyon jól tanítanak, nagyon jól adják az anyagot. Nagyobb motivációm is van tanulni, mivel hogy érdekel is, amit tanulok, ugye a haditechnika. Az ösztöndíj is azért ad egy kis lökést az embereken. Itt ugye a katonák is itt teljesen más, honnan közelítik meg ezt az egész tanítást, és itt teljesen más atmoszféra, mint a régi iskolámban. És így sokkal gyorsabban mennek az órák, és mindenki kedves mindenkivel, egy nagyon segítőkész. Tanárok és diákok járnak ide. Érdekelnek a témák, mert ugye mélyebben belenyúlunk, és így érdekesebb lesz az óra. A rendezettség, a figyelem és a fegyelem, ez párhuzamos szerintem a két szakmában. Én nagyon szeretem ezt, hogy teljesen gyakorlatias az oktatás. A munkafolyamatok egyébként megkövetelik a fegyelmezettséget. Én teljes mértékben úgy gondolom, mert ez egy tényleg egy szakma, de nagyon pontosnak kell lenni ahhoz, hogy ne történjen semmi baj. Mert hogyha itt baj történik, az nem kis baj. Olyan századokkal, olyan tűrésekkel kell dolgozni, meg olyan precizitással, hogy az vállalható legyen ez a munka. A fegyelem, amit ugye a katonák hoztak magukkal, az szerintem az pozitívum volt. Volt egy kis erőnléti képzésünk is, az is szerintem nagyon fontos. És az általános műveltséget természetesen bővítette ez a tudás, amit megkaptunk. Nem mindenki nyúlhat fegyverhez javítás kapcsán, tehát csak azok a bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek végezhetnek ilyen javítást, akik mondjuk innen az iskolapadból mennek ki és jogosultak erre a tevékenységre. A golyatábor szerintem egy nagyon hasznos dolog volt, hiszen már iskola előtt tudtunk jó barátokat szerezni, baráti kört kialakítani, meg még számomra az is volt a legfontosabb, hogy a szoba kialakítása nagyon jó legyen, és így a kollégiumi szobában nagyon jól érezzük magunkat, és egymást tudjuk támogatni. Van a 9/1, meg a 9/2, vannak lányok is, és ők is nagyon keményen tolják ezt a honvédelmi testét, meg minden, úgyhogy ők is nagyon kenik. A Diánának a kollégiumában, és azon belül a B épületben, ahol a lányok is el vannak szállásolva. Én nagyon szeretem, mert nagyon kis családias, tök hangulatos, van kis tévénk, és itt ez a kis közösségi terünk, ahol a lányok, fiúk vegyülhetnek, játszhatunk, itt társasozni szoktunk, vagy nézünk tévét, vagy beszélgetünk igazából. A katonák bejönnek és körletellenőrzéseket szoktak tartani,
Nagyon sok mindenben megváltoztunk, tehát jobban figyelünk a környezetünkre, mindig minden össze legyen pakolva, ha kell, akkor 5 perc alatt bármit össze legyen pakolni. Arra is figyelünk mindig, hogy szépen összehajtjuk a ruháinkat, nyilván élhetőbbé varázsoljuk a környezetünket, jobban figyelünk egymásra, egymás dolgaira is. Jó a kolesz élet, mert vannak azért olyan napok, amikor hülyéskedünk, meg minden, olyan, mintha otthon lennél, vagy olyan, mintha egy táborban lennél, de sokáig, de tökéletes. Engem nagyon megváltoztatott, szinte 180 fokba. Eleinte nem is olyan vonzottam úgy a honvédséghez, nem is olyan gondolkoztam, de már 4 éve benne vagyok ebbe a kadétképzésbe, és egyre jobban érzem azt, hogy hozzájuk szeretnék majd menni, mint fegyvertechnikus. Magyar Honvédséget nevezném az egyik legfontosabb stratégiai partnerünknek, amerre mi próbáljuk a diákjainkat terelgetni. Nyilván ez nem kötelező, viszont azért a honvédségről tudni kell, hogy egy biztos, kiszámítható jövőt biztosít a fegyverműszereink számára, ugyanis minden alakulatnál szükség van ilyen szakemberekre. Ez a 4 év alatt azért a katonák kovácsoltak össze azért egy olyan közösséget, ami azért teljesen más, mint egy iskolai, általános iskolai osztály. De nyilván együtt élünk minden nap itt a kollégiumban, együtt izadunk a tesi órákon, együtt ülünk a foglalkozásokon, azért sokkal jobb köteléket alkotunk szerintem. Én nagyon beleszerettem az itteni légkörbe. A város is egy nagyon-nagyon szerethető kis hely, de igazából mi tesszük szépé. Az osztályom is nagyon-nagyon közvetlen és nagyon jó, meg az általánosságban, aki ide jár, ő tényleg jó srácok, ezt tudom rájuk mondani. Osztályon kívül is ez egy jó közösség, hiszen mindig együtt vagyunk. Nagyon jó fejek igazából, nem panaszkodhatok abszolút. Egy nagyon összetartó közösség ez itt a Dianában, ugye mivel rengeteg kollégista van. Sokat szoktunk hülyéskedni, de ha kell, akkor mindent komolyan tudunk venni, úgyhogy ez így tetszik is, hogy néha elengedjük magunkat, néha meg 100%-osan oda tesszük magunkat. Megemlítenék egy olyan pontot, ami mondjuk menet közben alakul ki az emberekben, mondjuk eljön ide hozzánk egy fegyveres képzésre, és mégis úgy érzi, hogy mégsem szeretne fegyverekkel foglalkozni, semmi baj nincs. Itt akár CNC programozóként, akár CNC gépkezelőként, akár nálunk ezt megtanulva, akár más intézményekben megtanulva egy ügyes mozdulattal pályát válthat. Van rá esély, hogy a jövőben szeretnék helyezkedni a honvédségnél, igazából nekem is vannak belga juhászaim, a Malinois, amit alkalmaznak a honvédségnél, rendőrségnél, én is edzek a kutyáimmal, tehát elképzelhető, hogy a jövőben majd velük helyezkedek el a honvédelemben. Hála Istennek sok lehetőség van tovább tanulni, tehát biztos, hogy valahova el tudok helyezkedni, és ráadásul a legjobb az egészben, hogy folyamatosan nyílnak lehetőségek. Ugye Kecskeméten is, a Neumann János Egyetemen is most indul a képzés, tehát folyamatosan, mire mi itt végzünk, egyre több lehetőségünk lesz. Ez az, ami úgy kézre áll számomra, és ez az, amit úgy tényleg szeretnék csinálni. Másban nagyon nem találtam meg a helyemet idáig, ebben tényleg úgy érzem, hogy otthon vagyok. Kétségeid vannak a sulival kapcsolatban, hát ne legyenek. Csatlakozz hozzánk!